Think I work piece by piece. Colorful dreams, but shadows creeping in. Hands are shaking in the night. Itt van a hétfő délelőtt, Zoli ilyen nagyon kipihenten, nem, amúgy köszöntöm neki, és ennyit elhasztott, hogy hello, így, hello. Szóval itt van egy vidámságban meglátott, és felcsillantak a kis szemei, hogy végre nincsen egyedül, és hát bekezdett rendelésekkel, van itt egy kisebb. Az három kisebb. Bocsánat, három kisebb. Nem kell itt a munkámat itt, itt lehúzni. Jó vanna. Itt van egy nagy, ez Ausztráliába fog menni, de... És ez még csak a... ennyi az 10%-a talán, tehát ez igazából még... Meglepően nagy, és nulla feedbackes vásárló volt. Most nagy veszélyeségem, leszünk az első feedback, ez azt jelenti, hogy meg máshol nem vásárolt, és nálunk kezdi. És rögtön egy eléggé komoly összeget hagyott. És még van egy másik rendelés, amit Zoli nagyon írt. Ez pedig Hekla vásárolt, tehát tudjátok, a színes Millennium Falconos projektet is csinálta, és ez is olyan kis színes projekt lesz, hát eléggé sok fajta fél alkatrész van benne, hát ezt eléggé komoly munka lehetett összeszedni, szóval, ja, eléggé kemény, meg még itt is van egy másik, talán személyes rendelés, szóval ahhoz képest, hogy korán van már, mert nekem korán, az képest már eléggé sok minden megvan. Illetve még Zoli hétvégén volt bevásárolni, és egy ilyen 8 kilós csomagot szerzett, amiből már kiszedt a kincsek jelentős részét, de azért még vannak itt érdekességek, például egy kis Ford Anglia, olyan HP könyv, de nem ilyenekből állt az egész csomag, ez csak így tényleg a kupasz tetejére volt. Meg egy kis Millennium Falcon mikrofájtár. Elég régi dolgok voltak benne. Hát meg azért az elmúlt évtized, vagy két évtizednek így a szokásos szit is, meg mindenféle dolgai, például itt egy minifigura fej is még. Direkt ide hoztam egy külön úgymond hulladékot, mert ezek mind ilyen hamis legók, nem legó, mert nincsen rajta semmi felirat, ezen pont van felirat, és ez legó, csak szét van törve, de ez, hogyha megnézitek, ott látszik a beöntésnyom, ott azokon a stadokon, és hát nem az a minőség, mint ami a legóé, és annyira akar rendesen illeszkedni, na mindegy, ezeket valamennyire kiszedte, és itt vannak a minifigurás kincsek, nagyon, de nagyon komoly dolgok vannak benne, szóval a nagyon, de nagyon régi, ilyen első keszlős vár benne van, úgy diri darabokban, például kis matricás elem, korához képest azért egészen jó állapotban van, meg ezek a kis minifigura mellvértek, ezek is még ilyen matrica jellegű dolgokkal vannak ellátva, és ahhoz képest, hogy milyen régi, viszonylag tényleg jó állapotú, csomó fegyver, fabulandos dolgok, ez a nagy, nagy újdonság számunkra ebben, hogy nagyon sok fabulandos kiegészítő van, és nézzétek, milyen kis cukik van, porszívó is, meg ezek a nagyon furcsa sárga árnyalatok, meg ez is ilyen nem hagyományos lime árnyalat, és akkor mit tudom, ilyen kis horgászbot, még soha nem láttam, ilyet ott van rajta a halacska, és van egy csomó fabulandos figurácska is, mindenféle fajta, mindenféle állat, van kis elefánt is. Szóval vannak benne azért újabb dolgok is, például csikócsör, meg ilyen másik Harry Potteres lófajta dolog. Aztán itt vannak mindenféle figurák, ezek is szitisek, de azért például itt van megint egy ilyen keszlős dolog még, meg van egy-két Star Wars is, ebből is többféle éra, de két ilyen, vagy legalábbis egy klónos betlipek biztosan bele van pucolva, meg itt van Wikit is, nagyon kis cuki, meg hát ezek a sisakok milyen jók már, és meg ezek a jópofa homemaker-ös építető figurák, meg a kis új bábuk is itt vannak, hát meg az elmaradhatatlan R2D2 Zoli kedvenckéje. És itt meg a nagyobb kincsek vannak, aminél már sokkal jelentősebb a fabulant. Van megint egy kis felhúzható
fabulandos alváz. Van homemaker, például az a fiókos szekrény, akkor nagy plétek, de itt megint ilyen fabulandos épületelemeket lehet látni. Például ilyen lépcsőt még soha nem láttam, nagyon kis aranyos. Van egy-két állatocska, növények, szép nagy fenyőfa, vannak tájlok, 2x2-es többnyire, és ezek is tök szép állapotban vannak, és ilyenből például múltkor pont meg is felsárolták azt az egy darabot, ami volt. Fabulandos kis székek, asztalok, ezek a régi hinges dolgok, például ilyennel is találkoztam még. Fabulandos tető, aminek még megvan a kéménye, ez se túl sűrű. Ez is ilyen fabulandos fa, nagyon kis jó pofa. És akkor itt vannak ilyen, nem tudom, ilyen kis szívecskés, talán ágyvég vagy kerítés lehet, meg van mi nyereg, ez is fabuland, mert ilyen nagyon furcsa árnyalatú. A személyes kedvencem, meg Zoli is nagyon tetszett neki, hogy ez egy csengő. Remélem jól hallatszódott, hát ez milyen zseniális már, értek, itt van 40 éves mondjuk, 30-40 év környékén, és még működik, és tök jó. És akkor ebből a régi várból meg itt van egy csomó arch, meg slope is, ezek eléggé izgalmasak, meg megint van ilyen lámpa, amit ugye pont múltkor találkoztunk fel először, ilyen pad, hát ez is milyen jó pofa már, ilyen óriási hal, meg mindenféle fabulandos jármű, meg ilyen nagyobb alkatrészek, amik valami vidámparki dolgok láttak, szóval nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó pofa dolgok vannak benne, szóval kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd így végeredményében. Szépen haladunk a rendelésekkel, ugye ez a nagyon nagy csomag, amit mutattam kicsit korábban, hogy Zoli éppen csinálta, és került befejezni. 196 helyett 186 féle alkatrész, és 1924 darab. Hát ez egy eléggé becsületes méretű rendelésnek számít, és tényleg nagyon messze megy. Hát Ausztrália, jót fog utazni a csomag. És nagyon sokféle alkatrész van benne, ugye a sötét szürke a legjelentősebb, de azért a világos szürkéből is elő-előfordul mennyiség. És ami mondjuk érdekes, ilyen 48 darab kilövő lövedék, 48 darab rugós kilövő, a Very Light Grey lift arm, ami a Mindstormos robotban volt. Nem tudom, ezek voltak, amik a legmaradandóbbak, a többi az ilyen úgymond egyszerűbb alkatrész, csak hát nagy a mennyisége. És akkor ezt még el kell csomagolni, és persze nem csak ezzel haladtunk, hanem még jó pár kisebb rendelés is elkészült azóta, de hát még nincs itt a nap vége rendelések tekintetében. Múlt héten pedig említettem, hogy egyik vásárlónk lecsapott a kecskére, és nem csak a kecskére, hanem a piac térből két figurára is. Az egyik egy ilyen, mi ez? Carpenter, az ács. Köszönöm szépen a gyors segítséget. Nagyon szíves. Van még valami hozzáfűzni valód? Hát most, hogy elfogy a kecskénk is, se kecskénk, se káposztánk. Így, még gondolatok. Szóval van egy Carpenter, itt van egy adógyűjtő. Adószedő. Miért nem ugyanaz a kettő? Jó, adószedő akkor. Nagyon jó kis sötét lila torzója van, és itt van a híres neves kecske. Hát ezt nézzétek. Kis értékes jószág, és nagyon kis aranyos. Hát igen, gyűjtemények égköve tud lenni. Főleg, hogyha van valakinek a régebbi változat is. WhatsApp. Na, mi újság van? Két nagy csomaggal küzdünk. Dünk, hát igen, helyes vités az itt kellett. Itt van egy, ez készen van, ez Franciaországba megy. Több mint 170 féle alkatrész és 830 darab. A másik. Itt meg a párai most készül, akkor puskázok, ahogy te szoktál. Ez belföldi csomag, annyit tudok. Így van, 117 féle alkatrész és közel 1600 darab. Ez ugye fele nagyjából. Szépen számolgat mindenféle, Zoli, meg itt van egy
legnagyobb adag, amit már lemért a számolós mérleggel, meg ilyen nagy plétek is mennek, majd persze megmutatjuk, milyen lesz, amikor össze van szedve az egész, de most egyelőre ezt a franciát jó buli lesz leszámolni, mert jó sok apróságból áll. Egyéb hozzáfűzni való? Ez valóban jó sok apróságból áll. És így néz ki ez az óriási rendelés, amit beszéltünk, ez a belföldi 1800 darabos. Ez a tálca már teljesen át van nézve, és hát jó sok alkatrész van benne. És ilyen egyszerűbb dolgok, tehát brikkek, plétek, ilyen nagyon különlegességek nincsenek, inkább mennyiségek. Ugye itt vannak azok a nagyok, amikből nagyon több nem lett, de hát ez is tök jó, narancsárga, egyszer kettes brik, tök jó, hogy elmegy. És akkor most itt álltok az átnézésbe, már csak 5 poharat kell megvizslatni, megvizsgálni, haha, és utána lehet is csomagolni. Zoli meg nem bír magával, és már készíti a hernyókat, amikben megtöltjük, vagyis a műveleket. Fúj, ilyen óriási legókolbást csinálunk. Én már töltem is. Befejeztük a rendelésüket, és még ezt a hétvégén vásárolt használtat pörgettük át, kiszedtük belőle az összes ilyen kincs jellegű dolgot, ezt a sárga tálcát leszámítva csak is kizárólag olyan dolgok vannak benne, amik ilyen alkatrészek, meg egy csomó hamis dolgot is kivettünk, és akkor például még ezek így kijöttek belőle, nem olyan sok, mert ugye a nagyját Zoli kiszedte már, de azért itt is van egy-két jó pofa dolog, és akkor most ezeknek fogok nekiállni, szépen megnézem, milyen állapotban vannak, és szépen be fogom listázni, aztán meglátjuk, hogy milyen lett ez az egész vásárlás, nagyon izgatottak vagyunk. Sikerült elkezdeni a beazonosítós részt, és tényleg igazi kis kincsek vannak benne. Ugye itt a fabulandosoknál a matricásokat vettük ki külön, mert egy kicsit porosak, és emiatt a nagyját azt el fogjuk még külön mosni. Azok ott vannak benne. Ezeket meg így egyesével megtisztítottuk, és ezek fú, nagyon szépek és jó állapotúak is. És nagyon érdekes alkatrészek vannak benne, amikkel még soha nem is találkoztunk. Még ezek a nagyobb dolgok is eléggé királyak. Szóval itt van az ölembe egy kicsivel másabb eresztés, mert ebben is van egy-két fabulandos dolog, de mit tudom én, a sárga, nagyon régi kastélynak az alkatrészei is itt vannak. Például ez nagyon kemény, ez a slope, ez 800 forint, és megvan belőle mind a négy, ami a kastélyban volt, és ezek is tök jó állapotúak. És akkor Zoli még ide bekészítette nekem a feltölteni való adagot. Azért van benne még rendesen munka, de nagyon izgalmas kis projekt ez most megint. És eljutottunk a mai nap végéhez. Nagyon, de nagyon sok kincset találtunk. A jelentős részét már feltöltöttük és elpakoltuk. Az mennyi is volt? 3 tálcányi cucc. Itt láthatjátok a hűlt helyét, mivel már minden így a kis fiókocskába van elpakolva, és közben még 2 tálcányit megcsináltam, ezek be vannak listázva, és itt is vannak kifejezetten értékes dolgok, például ez a horgászbot, amivel még előtte életemben soha nem találkoztam, ez is fabulandos, ez 4000 forintot ér. A sárga belőle az hozzá képest csak, idézőjesen csak 1000-et. És akkor még vannak itt ilyen jó pofa dolgok, mint olyan Earth Orange evező, azt hiszem ez is egy 1000-es, Earth Orange seprű, ilyen Earth Orange ilyen hátizsák, fabulandos állatkáknak, ilyen fabulandos babakocsi, kis zászlók, ez is nagyon komoly, ez is már több mint 40 éves zászló, készen hihetetlen, hogy még fenn nem tudnak maradni, szóval egész jó. És még van egy csomó kincsecske is, meg még itt vannak ezek a fabulandos állatok is, meg ugye a figurákhoz még hozzá se szagoltunk, szóval még vannak itt értékesebb dolgok, de ezt majd holnap. Na, már ennyi, sziasztok! Itt van a szerda reggel, pontosabban délelőtt, nem tudom, miért mondok reggelt, ez valamilyen rossz beidegződés, és most rendhagyó módon nem a rendelés összeszedésével kezdtünk, hanem a tegnapi kincseknek a feldolgozásával. Ugye, amiket itt hagytam, azokat Zoli feltöltötte, meg jó párat még bekategorizált, és akkor meghagyta nekem még így a tényleg nagyon-nagyon értékes dolgokat,
És akkor most én ezeket belistáztam, és mindjárt meg is mutatom, hogy melyik miért nagyon különleges. Közben Zoli pedig szedi a rendeléseket, mert jött három egészen szerethető méretű. Azt is kell valakinek csinálni. Igen. Legyél az élvezete nyilván. Munka. Szóval ez 41 féle alkatrészből 69 darab. Az elmondható, hogy az átlag életkora az ilyen 40 év környék, nagyon, de nagyon régiek, és ebben a nagyon régi sárga kastélyból van egy csomó dolog. Ugye Brown nyíl, mi az íj, meg tegez, azzal már találkozhatunk korábban, az nem annyira durva. Ellenben vannak ezek a kis köralakú pajzsok, ezek ilyen 1500 forintosak, azért nagyon szép állapotúak, és nem sűrű dolgok. Aztán ez se egy mai darab, ez dark grey színű, az a sötét régi szürke, ez a kis sisakrostély, hát ez is vagy 2000 forint. Itt van ez a jó kis űrhajós sisak, ami light grey színű, és amúgy tök jó állapotban van, azt hiszem itt, hogy az áll része az el van törve, viszont nagyon egybe van, meg ez a tipikusan jól tudott problémája ennek a fajta sisaknak, hogy az áll rész elreped, eltörik, de így is vagy 8000 forintot simán megérhet, szóval ez eléggé durva. Aztán átevickélünk a pajzsokra, amiknél ez az első kettő ez printelt, viszont ez a másik négy ez matricázott, és ez a sárga kastélyból van, és ezek hú, nagyon-nagyon régiek, és ezek is elég értékesek. És akkor még itt vannak ezek a mellkas páncélok is, ami ugyancsak nagyon régi dolog, és három kivételével mindegyik tök szép állapotú, ugye ez van egy kicsit így megsérülve, de ezek nézzétek, azért hihetetlen. Hát mi az, ami ennyi évet kibír? Aztán néhány fabulandos gerebje, 1000 forintos átlagára, ez se rossz. Akkor a kis kardocskák, meg az egyéb fegyverek. És akkor még itt vannak a nagy ágyuk, ezek a sisakrostélyok. Hát ilyen 3000 forint környékén van darabja. Hát ez se sűrű, és ez is nagyon durva, nagyon, nagyon hihetetlen milyen dolgok voltak ebben az adagban. Nos, kemény munka árán feldolgoztuk a kincseket, illetve kettő készletet beraktunk használatba, ami ugyanebből az adagból volt. Ilyen Harry Potteres könyv, meg egy Speed Champions-ös Ferrari. Azoknak a betöltése még egy picivel több időt igénybe vett, de így befejeztük az egész projektet, és eléggé jól sikerült, nagyon sok újdonság került fel a boltba, és ahogy említettem, volt néhány rendelés is, ami ilyen nagyobb. Kettőt Zoli megcsinált, és a harmadikat, az egyik legnagyobbat, azt meghagyta nekem, szóval ezt most én szedtem össze, és 119 féle alkatrészből áll, összesen 733 darabot kellett leszámolnom, és nagyon meglepő, hogy például nincsen benne egy darab slope se, szóval nagyon, nagyon furi volt, hogy szedtem a pléteket az újaknál, és így a round plate után a tile jött egyből, nem pedig a slope. Nagyon furi. Viszont nagyon sok brick elmegy. Ez eléggé durva mennyiség, főleg így használnál 2x4-es, 2x3-as, 2x2-es, jó pár kategóriai ki lett nullázva, de hát majd, ahogy tudjuk, töltjük megint az alkatrészeket, hogy legyen. Meg elvisz 6 ilyen csodát is, ez tök jó. És még 2 16x16-os plate is elutazik. Most meg már csak egy alapos csomagolás vár rám. És időszerű végre új alkatrészeket is betölteni, emiatt most ezt a régóta itt pihenő frences botanikus házat, vagy milyen az üvegházat fogom szétszedni, 5 darab van belőle, és hát egészen szerethető fehér alkatrészek vannak benne, illetve ezek a kupola elemek, meg az ablakok tök jók benne. A figurák azt meglátjuk, hogy mennyire fogják vinni, azokhoz nem fűzök túl nagy reményt, de maguk az állatok is tök királyak benne, szóval ez is egy jó kis betöltés lesz, és nem gondolom, hogy ezt olyan bonyolult lenne szétszedni, mármint hogy annyira nagyon, de nagyon, de nagyon sok minden azért talán nincs benne, szóval így, hogyha ma nem is, de holnap biztosan végzek a szétszedésre, aztán lehet fel is tölteni. És elérkeztünk a nap végéhez, elég jól tudtam haladni a szétszedéssel, nem tudtam befejezni, de majdnem a felét sikerült szétszedni. Az 1-es, 2-es, 3-as zacskót, és akkor még van a
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, de a 6-os az ilyen kis pici, szóval ez nem igazi kihívás. Szóval lehetett haladni, és egészen jó pofa alkatrészek vannak benne. Ide építettem magamnak megint egy asztalt, egy ilyen kis DLC-s asztalt, tudjátok, mint a játékokban ez a vásárolható kis bővítmény, hogy legyen hova pakolni a nagyobb mennyiségű dolgokat, és azért alakul, kérem szépen, fejjelből már egészen sok van, de például ott vannak a méltán híres sungreen ablakocskák is. Szóval itt van még mit belaknom, és itt vannak a tálcácskák, most nem fogom szétbontani nektek, de higgyétek el, eléggé sokféle fajta szín és sokféle fajta alkatrész is van benne, a tetején a fehérket hagytam. Nyilvánvalóan nincsenek tele ezek a tálcák, hanem ugye színek szerint van szokás szerint megkezdve egy csomó, és majd egyben megmutatom így kiterítve, mert amúgy egészen izgalmas alkatrészek is vannak benne. Szóval már ennyi, holnap találkozunk, sziasztok! There's no sound. Na sziasztok, itt vagyunk csütörtök dél környékén. Délelőtt volt 4 kisebb rendelés, azokat összeszedtem, és most sikerült befejezni a frances készleteknek a szétszedését. Vannak igazán komoly mennyiségek benne, tehát ablakból még itt is van, nagyon-nagyon sok. Meg például ugye itt vannak a tetőből ezek a szép nagy üvegelemek, és ugye nagyon jó kis fehér dolgok. És akkor ide kiterítettem a kis tálcácskákat, ugye van benne meglepően sok fekete, elég sok bright green, bright light orange, talán dark azure, dark tan, dark pink, bright pink, mindenféle dolog, egy-két light blue is, grey is, csomó jó kis zöld dolog, például ez egy ilyen minifigura color, ami mindjárt eszembe jut, hogy micsoda. Ez a gallér jellegű dolog, ami mondjuk kabáton ilyen szőrös cucc tud lenni, és akkor ez zöld színben van a növénynek az alkatrésze, meg itt yellow is creamben, pedig itt van egy szaxofon is, vagyis több is, csak egyet mutattam meg értelemszerűen. És akkor itt van a többi dolog is még, ez is jó pofa, orange, azaz narancssárga ilyen hajacska, meg sok medium lugát dolog, reddish brownból is van jó pár, ugye fatörs az ezek a csonkolt elemek, meg transparensnél is vannak jó pofa dolgok, például ez a halacska, ami rá van printelve az 1x2-es tájra, ilyen van a japán kertkészletben is, és ez annyira jól néz ki, ugye 1x4-es, ilyen áttetsző kék tájl, ez is eléggé népszerű. Ebből a kis bár alkatrészből nagyon sok van, erre nem számítottam. Ugye még ilyen kis méhecskéket is láthatunk, és akkor itt van a fehérnek az apraja, hát nagyon-nagyon-nagyon sok, és akkor ott még van egy kis red, meg yellow is. Szóval lesz mit betölteni, nagyon sokféle fajta alkatrész van, és annyira sok üres fiók most nincs, azért lett néhány üres, de remélhetőleg meg tudom oldani, hogy elférjen minden. Sikerült feltölteni az 5 készletet, és tényleg nagyon sok újdonság volt benne, meg még pont volt annyi hely, hogy el tudjuk pakolni, összesen ennyi üres kis fiók maradt, meg egy ilyen nagyobb. Zoli nagyba töltötte a dolgokat, én meg közben ilyen multitaskingba ugye mondtam, hogy mit hova rakjon, meg csináltam szétválasztókat, ami elválasztó igazándiból, csak nem tudni beszélni magyarul. Mindenféle méretbe, újakhoz, meg használtakhoz is, ugye használtam másmilyen a fiók méret, szóval ment itt a multitasking rendesen, és akkor így egy frances, ez tényleg egy jó pofa betöltés volt, 5000 alkatrész, több mint 300 féle elem, közben háttérbe pocó mindjárt megbolondul, mert valaki az utcán sétálni, mert szóval elég meg szegény kicsit elfáradt itt, hogy egyedül itt rohangált, amíg én itt ültem és vagdostam a vackokat. Így van, hogy vagdostam a vackokat, addig én dolgoztam. Viszont, hogyha nem vagdostam a vackokat, akkor nem tudtuk volna elpakolni a dolgokat. Na ja, és most mit fogunk csinálni? Alszunk? Hát most menjünk, mert nekem van egy órám. Én szerintem befejezem ezt a régóta hánykolódó hinges tálcát. Most már csak apróságok vannak rajta. Szerintem ezt pont meg tudom csinálni egy óra alatt. És ott a Zoli feje fölötti tálcán pedig látható a reggeli munkája, mégpedig az, hogy a kis hincs, használt hincseket rendbe rakta, mivel nem tudom, tudjátok-e, de pár hónapja ugye volt ilyen kis katalógus átalakítás a Bricklinken, és a hincseknél korábban
nagyon soknál kettő fajta volt, attól függően, hogy hány foga van, 7 vagy 9, azt hiszem. És ez megszűnt, össze van gomba egybe a legtöbbnél, és nálunk ugye még a régi rendszer szerint volt mondjuk kettő helyen, mert abszolút nem stimmeltek a számok, és ezt sikerült így kijavítani, és most, ha minden igaz, minden jó és szipi szuper, szóval eléggé élvezetes kis feltöltő is volt Zolinak, és nektek meg jó vásárlás lesz, mert lesz megint egy csomó cuccunk. És visszatértünk a használt alkatrészekhez, mégpedig a szlópokat töltögettem föl, amik már így szét vannak válogatva. Ugye ezekhez már nem jutottam oda, mert időközben haza kell már rohannom. No, de elmondom, hogy mi a mai nap mérlege. 117 féle szlópból összesen feltöltöttünk 1676 darabot, ami kegyetlenül sok, nagyon sok hiányosságunk volt. De az 1x3-asból alig volt néhány darab. 1x2-esből azért jól látunk, de amiből igazán sok újdonság volt, az a 2x4-es. Itt látható is, meg 2x3-asból is egy csomó minden új lett. Meg ez is jó pofa, ez a mennyiség. 110-valahány darab kék 2x6-os, meg 2x6-os szendvicsből is 50 darab. Szóval, ja, és aztán jöhet majd holnap ez, meg ezekkel is lehetne foglalkozni, a hincseket befejezzük, de majd holnap kiderül, hogy mire lesz idő, meg hogy mit fogunk csinálni. Már ennyi, sziasztok! Itt a péntek, Zoli nagyba csinálja a hincs bizniszt, már nincs belőle túl sok, ugye? Mindjárt elfoly. Hát, remélem, ez a tálca a maradék egy picit sűrűbb, mint egy elsőre látszik, meg eleve egymásban vannak a forrak, plusz gondolom ez itt nem tudom, 50 darab is, 50 plusz darab lehet egy ilyen pohárba. Tehát... De ez azért van, ez dark gray. Igen, és szándékosan beletett. Mi? Szándékos lett volna. Most ezek a ritkább, ezek a régebbi cuccokat, ebből persze nincsen olyan sok, meg egy-két ilyen töltelék. Ezek a pericsek is most már megvannak, úgyhogy mindjárt végzek, aztán tudok valami értelmesebbet csinálni, remélem. Megcsinált két nagyobb rendelést is, meg több kisebbet is, Zoli, de a két nagyobb maradt itt, amit még átnézek, meg átnéztem, azt átnéztem, hogy csak el kell csomizni. Ez 48 féle alkatrész, 667 darab. Ez eléggé királyrendés, és akkor itt van a másik, gondolom ez a másik, ez is eléggé sok alkatrészből áll. Szóval tök jó, hogy voltak megint ilyen kissé nagyobb rendelések is, így a hétvége fele közeledve. És így a rendelések után folytatódik a szlópoknak az elpakolása. Hát eléggé komoly hiányosságokat pótlunk. Most is felraktunk egy ilyen 5-600 darabnyi szlópot, amiből nagyon-nagyon sok új volt, és akkor most jön az ívelt adag, ami ugyancsak tele van hiánycikkekkel, és ezek még nincsenek belistázva, szóval most ennek fogok nekiugrani. Hát ebből is tudom, hogy eléggé sok elfogyott már, szóval erre is eléggé nagy szükségünk van. Szépen haladunk a szlópoknak a feltöltésével, és ugye előtte a válogatásával. Felraktunk ma már több mint 2500 alkatrészt, 410 féle típusból kb. És még nincs itt a vége a mai napnak, és meg akartam nektek mutatni, vagy pontosan meg akartuk mutatni, hogy például így zajlik most az 1x2-es helyett 2x2-es szlópoknak így a minőség ellenőrzésre, szóval annak rakva ilyen óriási kígyókba vagy tornyokba, és akkor is szépen lehet látni, hogy mennyire karcosak, vagy mennyire épek, meg itt van meg az inverted tesója is, és akkor így egészen könnyen át lehet ezeket nézni, szóval ja, eléggé kis satisfying, ilyen kis jó kis színes tornyocskák, nagyon jól mutatnak. Na, megyek vissza és töltögetem föl a további szlópocskákat. És elérkeztünk így a pénteki nap végéhez, illetve magának a hét végéhez is. És ugye a mai nap az tényleg arról szólt, hogy ezeket a használt alkatrészeket töltögessük föl, és ugye a szlópokból óriási nagy hiányokat pótoltunk,
és még jó sok van előkészítve is, szóval hát elég izgalmasan alakul a dolog. Végre lesz mit vásárolni mindenkinek. Ugye vannak kategóriák, meg vannak színek, amik eléggé fokhíjasok lettek az elmúlt időszakban, és most ezzel sikerül pótolni a hiányosságokat, aztán majd megint meg lesz vásárolva, aztán majd megint pótolgatni kell, de hát ilyen ez a bricklinkezés. És nem tudom, emlékeztek-e, múlt héten mondtam, hogy nagy valószínűséggel 3 vagy 4 vagy 5 új fiók is kell majd a szlópokhoz. És a szekrény tetején, ott itt mögöttem láthatjátok, hogy már 5 doboz van, abból 3 szlóp, így balról indulva, és az egy supportos, az pedig ilyen technikliftarmos. Szóval, ja, minimum 5 ilyen nagy fiók kell majd, de a szlópoknál még érik 1-2, az biztos, hiszen itt vannak ezek is, és már alig férnek el a helyükre, és ugye ezek meg elég sok helyet foglalnak, szóval igen, muszáj lesz még egy kicsit terjeszkednünk. Ezzel pedig szerintem elmondtam mindent, amit el szerettem volna. Vásárolgassatok szépen nyugodtan, aztán legúzzatok is sokat, meg pihizzetek, szóval szép hétvégét nektek, sziasztok!